végre könyves polcomat, hát mint nem mondjak, egy fél nap ráment. De most legalább egy kicsit rendezetten néz ki, karácsonyi fényekkel. Hát egy párszor róla, itt legalul az alsó sorban a Cosmopolitan gyűjteményem van, amit 1997-es első szám megjelenése óta gyűjtöttem. Most már jó pár éve nem, de Danuska, ne rakjál itt rendet, jó? Itt már rend van rakva. Köszi. Úgy, hát olyan 5 évvel ezelőttig gyűjtöttem, akkor még tényleg jó és minőségi magazin volt. Akkor a következő sorban már a könyvek kezdődnek, mindegyik előtt van egy kis olyan dísztárgy, amitől nem szeretnék megszabadulni, ami felesleges, azt már mind kidobtam. Ebben gyöngyök vannak, amikor úgy rám jön a gyöngyfűzés. Ez a varódobozom. Ez pedig még gyerekkoromban kaptam, ez egy kis ékszertartó dobozka, most pedig, ja, hát most is ilyen idős rokonoktól kapott, örökölt kis brossok, meg olyanok, amiket amúgy nem hordok, csak emlék. Hát ez a varázsgömböm, ehhez nincs mit hozzáfűzni, őt nagyon szeretem, emlékezetes nekem, ugye boszorkánynak kell lennie varázsgömbnek. Akkor ez az időjárás állomás, az órája az nem működik, de egyébként a... Hát most ebben a sötétben annyira nem látszik. Ezt az elefántot, ezt megtartottam, mert szerintem ez egy minőségi kis elefánt. Akkor itt még folytatódnak egy kicsit a kozmók, de már könyvekkel együtt. Ebbe a dobozba étcsoki van. Mindig veszek egy tábla étcsokit, és itt tartom, hogy... egy-két kockát, ha egy nagyon édességéségem van, akkor bekapjak. Akkor itt egy kis két kézkrém, Yves Rocher, és meg ez a... mi ez? Hogy hívják ezt? Na szóval a cigisek ebbe hamuznak. Esküszöm, nem jut eszembe a neve. Jó, akkor itt ezek az ékszerek, illetve az órám, amit amúgy hordok, egy nyaklánc, meg a fülbevalóim. Itt ez a kis nagyon régről való bujék malacka. Na ez egy kicsit kupisabb ez a fag, de csupán azért, mert itt a... hát ennyi maradt mennyiből, több száz parfümöm volt. Ezeket szépen elfogyasztottam, hát igen, évekig gyűjtöttem őket, most pedig elhasználom őket, és többet nem kell parfüm. És körömlakom még ennyi van, 5 darab, ezek is ha elfogynak, többet már nem fogok venni belőlük. Akkor itt, ezt nem tudom, mikor szereztem be, ezt én vettem, azt tudom, ezt a fülbevaló tartót, de nem igazán praktikus, mert ennél több fülbevalóm van, meg a javarész ilyen kicsi, ilyen bedugós, azt meg nem lehet ugye felakasztani ide. Jó, egyel följebb, ez semmi különös, ott a háttérben ezek olyan ilyen zenei DVD-k, opera és operettek vannak rajta. Ezt a kollekciót összegyűjtöttem pár éve. Akkor itt is... ékszerek vannak, amiket mostanában hordtam, de egy ideig nem akarok hordani. És egy harangocska, amit kaptam ajándékba, egy volt valakitől. És ott fönt pedig, ja, hát igen, itt ez még praktikeres időkből származik, ez a részgyertya tartó, azt nagyon szeretem. Ez a váza, ez anyuéktól van, ez a nagynénémtől. Ez a Zsóka mama, aki a apukám anyukája volt, ez a kis kancsó. Ugye én abban a lakásban laktam, amiben ő, és ott tartottam mindig a kredencen, és ezt megtartottam, és hoztam magammal, és ez is még a praktikeres időkből egy mécses tartó, az a tulipán alakú. Úgyhogy hát ez pedig, igen, ez nem egy vegán dolog, ez boa, és ez pont az előtti évben, szilveszterkor vettem, mielőtt konkrétan vegán lettem. Hát szerintem ez olyan 2012-ben, 13-ban, szerintem 12-ben. Ugye ez tyúktollból van, meg van festve, és ezt hát most már ha megvan, ugye nem dobom ki nyilván, de manapság már nem venném meg, az biztos. Hát szóval most így néz ki a könyves polcom, szerintem most így mutatós. Ja igen, ezt a CD tartó állványt most már itt áll üresen. Ezt a legközelebbi lomtalanításkor ki fogom dobni, mert teljesen fölösleges.
És akkor ott felszabadul megint egy hely. Nos, hát mostanában valahogy semmi sem úgy alakul, ahogy én azt eltervezem. Ugye múltkor indultam volna el itthonról, akkor lapos volt a gumi reggelre, ez volt vasárnap. Hétfőn kijöttek, megcsinálták, tegnap nem mentem sehova, ma akartam indulni Pomázdra, ma meg nem indul a kocsi. Na, és akkor ez még nem elég, ugye apu áthozta töltőt, hogy hát ha az aksival van, de nem valószínű, mert gyújtás van rajta, és ilyen köhögő hangot ad ki, ha indítom, tehát, ja, és zölden világít ráadásul az aksi jelző. Úgyhogy valami más lehet a probléma, nem tudom, egy gyertya, vagy a jó ég tudja mi. Na mindegy, ki kell hívni az autóklubot. Csak éppen apunál nem volt a tagsági, a klub tagsági, mivel ugye ő már a kocsit leadta, mivel hogy a golf ugye ment a bontóba szegényke, és azt hitte, hogy már nem lesz rá szüksége, ezért leadta, és most nem volt nála, úgyhogy szegény most villamosozhat hazaérte, mert az autóklub csak akkor jön ki, hogyha itt a tagsági. Úgyhogy most várunk, én meg közben éhes vagyok, mert nem reggeliztem, és hát ugye ilyenkor Pomázon szoktunk reggelizni, és már 11 óra van, úgyhogy valami gyorsan eszek, amíg visszaér apu, és akkor hívom az autóklubot. Aztán majd meglátjuk. Még az a jó, hogy szombaton apu kint volt, megetette Vandát, meg aki még odajött, Cica, és úgy szokott, hogy ha szombaton kint van, akkor vasárnap, hétfő, kedd, szerda, tehát ha 4 nap telik el, és az 5. napon megyünk, az általában elég szokott addig lenni a kirakott kaja. Úgyhogy, hát ha más nem, akkor holnap apu gyalog fog kimenni Vandát megetetni, ha esetleg nem tudják megcsinálni a kocsit, vagy van nagyobb probléma van. Na hát nem így terveztem a mai napot, ráadásul még Pomáz után egy csomó minden más be volt tervezve, mert nagyon nyakunkon a karácsony, és még egy-két ajándékot meg kell vennem, de hát addig ugye nem tudok elmenni. Most ment el a szerelő, másodszorra neki beindult. Olyan mérges voltam, de azt mondta, ilyen bármikor előfordulhat. Hát nekem ilyen még soha nem volt, a hideg miatt állítólag annyira megdermedt az olaj, illetve hát kérdezte, hogy volt-e mostanában olajcsere, de nem volt, mert 1 éve volt utoljára. Szóval a hideg miatt megdermedt az olaj, és ha valami ilyesmit magyarázott, hogy a gyertyáknál nem tudott áttörni, és addig kell indítózni, amíg az a dermedt olaj felmelegszik, és áttörik, és ugye befröcsköli ott, amit be kell. Jó, szépen füstölt egyébként, de aztán utána járt egy kicsit a motor, és minden rendben volt. Úgyhogy körülbelül 5 percig volt itt a szerelő, de még az volt a szerencsé, hogy nem kért érte semmit, mivel ugye autóklub tagok vagyunk, mármint hogy apu az, és minden évben egy kiszállás ingyenes, úgyhogy szerencsére. De hát ugye nem tudtunk kimenni Pomázra. Most azt beszéltük meg, mivel ugye megrendeltem a mikrót anyuéknak, ma nem jött, nem is kaptam e-mailt róla, hogy jönne, valószínű holnap fog jönni. Úgyhogy akkor holnap sem megyünk ki Pomázra, viszont holnap már Vandának kaja kell, tehát apu holnap kimegy gyalog, legalább neki is meg lesz a mozgása, ő nem is bánja. Anyu otthon átveszi a mikrót, én pedig itthon azt hiszem, hogy 2 ügyet elintézek, mert van egy egész listám, hogy mit kell még karácsony előtt elintéznem, és abból remélem, hogy 2 sikerül, egy pótszemüveget akarok csináltatni, egy pót olvasó szemüveget, mert van hozzá kuponom, az Ofotértól kaptam, és a jövő évi parkolás szerintem még azt is holnap elintézem, meg az OTP-t, de azt itthonról, és szerintem ez lesz. Ma pedig, mivel semmi kaja nincs itthon, mert nem vásároltam az elmúlt napokban, vagy valamit előszedek a mélyhűtőből, ami halálunalmas, meg nem is szeretem, de mindegy, most jó lesz, vagy rendelek egy pizzát, vagy pedig visszaöltözöm, és elmegyek bevásárolni, de azt akkor még mostanában. Na, végül is nem pizza rendelés lett, hanem csináltam itthoni alapanyagokból egy kis, nem mézes, mustáros, nem csirkét. A méz helyett agave szirup van benne, csirke helyett meg tofu és rizs, úgyhogy ez lesz az ebéd. Csak jobb, mint egy rendelt pizza.
nincs teljesen kész, még vissza kell pakolni, de azt hiszem, hogy pihenésképpen addig iszom egy cappuccinót. És képzeljétek el, reggel nem akart a fülbe való belemenni a fülembe. Itt minden rendben volt, mind a két luk belement, ez pedig, ez a második luk, amit hát az első lukat azt pár hónapos koromban lőtték a fülembe, ezt a másodikat pedig nem is tudom hányban olyan, 6-7-8 éve valahogy így, és az még, hogyha így két hétig nincs benne a fülbe való, akkor képes majdnem befordni. De most benne volt egy pár nappal ezelőtt, és úgy kellett átdöfnöm most, és még vérzett is, úgyhogy nem is értem. És teljesen el volt tűnve a luk. Direkt nagyítós tükörrel megnéztem, szóval nem is értem. Na mindegy, aztán sikerült, és most már nem is vérzik, de fáj egy kicsit. Csütörtök reggel van, és lassan kész vagyok, hogy belevágjak a mai dolgok elintézésébe, ami hát elég sok minden, és szerintem mindennel nem is leszek meg ma. Itt van fölírva pontokra szedve, mondjuk van, ami már ki van belőle x-elve, ezeket mind karácsony előtt kell még elintéznem, de a mai napra szerintem az jut, hogy ugye Pomázra nem mentünk, de ezt apu elintézi, úgyhogy ő kiment gyalog. Szerencsére a haverjával is ott összefutott, tehát valószínű hazafele majd a hévig legalább kocsival tud jönni, ennek nagyon örülök. Akkor a mikrót, amit megrendeltem, még ideig nem küldtek e-mailt, pedig már csütörtök van és vasárnap rendeltem. Úgyhogy szerintem ma vagy holnap megérkezik, de anyuék címére, úgyhogy anyu otthon van, ezt átveszi. Nekem pedig a körmeimet kell rendbe rakni, mert nagyon szarul néznek ki. Az a mai nap mindenképpen aktuális lesz. Akkor szeretnék egy pótszemüveget csináltatni, ehhez el kéne menni az Ofotértba, mert van egy kuponom, és az 27-ig érvényes, azt jól lenne beváltani. Meg is kéne ma főzni, úgy gondoltam, ma nem spirázom túl a dolgokat. Van a mélyhűtőbe brokkoli karfiol, ezekből csinálok egy krémlevest, és grízes tészta lesz utána. Szerintem ezt még a délelőtt folyamán meg is főzöm, de lehet, hogy először elmegyek az Ofotértba, és azt elintézem. És kellene még vásárolni is, legalább addig, amíg a jövő hétig itthon vagyok. De ezt még igazából nem találtam, hogy ki, hogy mit. Főzni nem nagyon akarok már, mert borzasztó meleg van a konyhában. Tehát van a gáztűzhely, és mellette fut három fűtéscső, és mind a három tűzforró. Tehát ez azt jelenti, ha odaállok a tűzhely elé kavargatni, akkor majd megsülök, mert amúgy is meleg van. Úgyhogy nem nagyon szeretnék így főzőcskézni már ebben az egy hétben. Hát meglátjuk. Ma még ugye ezt megfőzöm, mert az hamar megvan a grízes tészta, meg a leves, az csak szinte turmixolni kell. Úgyhogy valami hideg kaját fogok szerintem következő napokban. És hát ugye az ányoségnak is meg kéne venni a kajájukat, itthonra is már. Ha átmegyünk anyuékhoz karácsonykor, arra a két hétre oda is kell vennem kaját nekik, illetve amikor hazajövünk, akkor ne úgy álljunk itthon, hogy nincs semmi, tehát arra is meg kell venni. Ugye ezeket szeretném majd intézni, hát meglátjuk, mire jutok közben. Itt a fiatalok elkezdtek már játszani, fogócskázni, pedig az előbb még feküdtek, még aludtak, de most úgy látszik, hogy a bukfenceznek is a szőnyegem. Tehát akkor ma ez lesz. Harcra fel! Ebéd, bár még csak 11:30 van, a tervekhez képest egész más csináltam. Na jó, nem egészen, gombát találtam a mélyhűtőben, úgyhogy abból lett ilyen gombakrémleves. És nem grízes tészta lett végül is, hanem szilvalekváros dereje. Az most fő, ott a morzsa hozzá pirítva, illetve csinálok egy teját, és ezt majd egész nap kortyolgatni fogom, aztán mindjárt visszajövök és elmesélem, hogy miért. Az a helyzet, hogy változott a program, mert elindultam itthonról ugye intézni az ügyeket,
És már amikor indultam, akkor éreztem, hogy olyan, hát valahogy nem az igazi a dolog. Esős idő van, és borzasztó szorongós vagyok, úgyhogy eljutottam a Spárig, gondoltam, bemegyek, megveszek egy-két, illetve letudom a apunak a bort, amit anyu nevébe veszek, meg a gyerekeknek veszek kaját karácsonyig. Ezeket akartam, de bementem a Spárba, marha hosszú sorát, és fú, nagyon szédelgős voltam. Úgyhogy feladtam a dolgot, kijöttem, és hazajöttem, de borzasztóan, hú, nem éreztem jól magam. Úgyhogy feladom most a továbbiakban az elmenősdit, majd esetleg délután, hátha. Úgyhogy gondoltam, addig megfőzök. És, ja, igen, mikor bejön az esős idő, akkor mindig felerősödnek ezek a szorongásos problémák. Úgyhogy nem szerettem volna pánikba esni, inkább halasztom egy kicsit a dolgokat. Aztán lehetséges, hogy mindjárt, ha eszek, akkor utána lehet, hogy rendelni fogok, hát most jövő hétre, tehát egy hét van még karácsonyig. Az ajándékokat nem is, hanem azt a kaját, amit majd januárban, amikor hazajövünk, hogy legyen itthon, tehát egy-két mirelit pizzát, nem is tudom, tartós kenyeret, mit szoktam ilyenkor, valami, hát nem is tudom, valamit, meg hát ugye a gyerekeknek, hogy legyen itthon. Hogy lehet, hogy azokat megrendelem, azt jövő héten kihozzák, és akkor már legalább azzal nem kell foglalkozni. De így megint torlódnak a feladatok, és megint nem jutok semmire, és ezt nagyon utálom ebben az egészben, úgyhogy aki nem pánikos és nem szorongos, az adjon hálát minden létező istenségnek, mert régen én sem tudtam, hogy milyen ez, hogy egyszerűen megáll az élet, mert nem tudsz haladni a dolgaiddal, mert meggátol benne ez a hülyeség. Amit az embernek a saját agya játszik, tehát ő játszik velem, és őt próbálom egy kicsit megnyugtatni, de annál rosszabb, hogy... Szerintem leragadt a dereje, hát majdnem. Na, úgyhogy akinek nincsenek ilyen gondjai, az tényleg adjon hálát mindenkinek. De fel a fejjel, mert csak jobb lehet. Bízom benne. We'll be right back.